A következő kísérlet az egy hőtani kísérlet lesz, már maradjunk a hőtannál egy picit. Kell hozzá egy pumpa, egy megfelelő, jó minőségű bicikli pumpa. Kell hozzá egy palack, ebbe a palackba, ide a tetejébe beleszereltem egy dugóba egy ilyen labdafújó szelepet, és ennél fogva én föl fogom pumpálni. Amikor ezt az ember sikeresen fölpumpálja, akkor majd mindjárt fogjuk látni, mi történik. Azt kell, nekem arra kell nagyon odafigyelnem, hogy ez a dugó ez önmagától ezt szeretne kicsusszanni, tehát kézzel meg kell tartani. Körülbelül a légköri nyomásnak a 2-3-szorosára fogom fölpumpálni. Ilyenkor, amikor belepumpálok levegőt, az a levegő, ami bekerül, az egyik részről sokkal több, mint ameddig benn volt, másik rész nagyon sok pára kerül bele. Ugye most ez elkezdett fölmelegedni, és a fölmelegedés után, amikor hagyjuk kihűlni, akkor a hirtelen kiengedjük a gázt, akkor nagyon hirtelen lehűl, és keletkezni fog ebben a palacban egy felhő. Nézzék meg, hogy hogyan. Így, né. Itt a felhő. Abban az esetben, ha elkezdjük a nyomás növelni, akkor így csiribú-csiribá eltűnik a felhő. Tehát szerintem a kísérletben az a legszebb, hogy nagyon olcsó, és nagyon sok mindenre megtanít minket. Gondolom eldobott palacka mindenkinek lehet. Szerintem ez jól látszik. No, azt fogjuk csinálni, hogy én ezt a palackot megkeresem, ezzel a videókamerával. Csak meg kéne találni. Nem olyan egyszerű ám ez. Igen. Aha, ott van. Annyit kell tenni, egy picit állítunk rajta. És akkor a következőt szeretném megmutatni. Most úgy nagyjából belesimul ez a palacnak a hőmérséklet a környezetébe. És ha tényleg emelkedik a nyomás, amikor összenyomjuk a levegőt, abból fogunk valamit látni. Na nézzük, hogyan. Szerintem látszik, hogy zöldül és melegszik. És amikor kiengedem, akkor lehűl. Ott van. Tehát a hőmérséklet, amikor tényleg hagyjuk a gázokat tágulni, akkor nagyon gyorsan lecsökken. Mindenesetre azért a kameránkban az, hogy nem annyira gyors volt a hőmérséklet változás, azért azt tudjuk be a következőnek. Annyit fog tenni, hogy igen, megmutatom, hogy ez itt én lennék, és hogyha fölteszem a szemüveget, akkor még izgalmasabb. Tehát akkor, amikor azt szerettük volna megmutatni, hogy mennyire gyorsan változik a hőmérséklet, az ennek az árnyékoló hatásával számolni kell. Tehát az, hogy a lassan emelkedett a hőmérséklet, az praktikusan annak is köszönhető, hogy a gáznak a hőmérsékletét valójában nem tudjuk megmérni, csak ennek a héjnak a hőmérsékletét. Hát ugye most látják az én arcomat, ott látszik, hogy a szemem az jó vörös. Ha fölrakom, akkor a szemüveg árnyékoló hatásaként egy kékebb, egy hidegebb felületet fogunk látni. Tehát amikor az ember egy ilyennel vizsgálódik, akkor nem baj az, hogyha érti azt, hogy pontosan mi van a kezében. Az órán elején ezzel kezdtem az én mondandómat. Mit is akartam még? Ja, tudom. Bocsánat. Jó. Akkor szerintem hozzuk a deszkát, és akkor mérjük. Van egyébként egy olyan kísérlet, mindjárt meg is fogom keresni, hogy erre a kísérletre egy egész kicsit építettünk egy taneszköz. A műegyetemen van 8 kar, ebből az egyik a természettudományi kar, amelyiknek a rendezvényén vannak, és ez, amit a kezembe tartok, a villamos karnak az egyik hallgatójának a tervezése, hát egy villamosmérnök hallgató tervezte ezt az eszközt, hogy ez pontosan mire jó, hát erről fog szólni a kísérlet. Itt van ez a palack.
És ami szükséges lesz ehhez, az kell majd egy szoftvert elindítani, amit mindjárt elmondom pontosan, hogy mit is jelent ez, csak meg kell keresni. Igen. Ide leteszem neked, hogy lássad. Tehát a BME automatizálás tanszékén készült ez a szoftver. Jelen pillanatban még nem történik semmi. Az eszközt, amikor bekapcsolom itt, akkor egy pici piros LED fog világítani, ilyenkor kalibrálja magát az eszköz. Amikor zöldre vált, akkor arra alkalmas, hogy fogadjon, küld adatokat. Adatokat egyik részről Bluetooth-on keresztül fogja küldeni, és egy hőmérő és egy nyomásmérő van benne. Én beteszem ezt az eszközt a palackba, úgy tervezte a hallgató, hogy ezen a lukon be kellett, hogy férjen. Tehát könnyedén be lehet ide rakni, így. Látják, hogy még mindig zöld. Bezárom, és egy olyan kupakot raktam rá, hogy ezért ezt ne kelljen folyamatosan tartani. És összekombináljuk a kísérleteket, mert ezt a palackot szeretném, hogyha látnánk hőmérséklet szempontjából is. Azt mondja, hogy ezt oda kéne, ott van a palackunk. Így. Na most, bekapcsoljuk a szoftvert, és a következőt fogjuk látni. Először is látjuk, hogy már kéken világít, és elkezdte az adatokat adni. Ez a felső rész, ez a piros pöcsor, az minden egyes mérés után, eltelik egy kis idő, jön az újabb mérés, ez a hőmérsékletet méri. Ez a kék pöcsor, ez pedig a nyomást méri. Ott benne a palackon belül. Most csatlakoztassuk ide a kupakot, és elkezdem. Látják a nyomás is, és a hőmérsékletet hogyan lehet követni. Egyébként, hogyha egy pillanatra fölkapcsolnánk, akkor azt is látnánk, hogy hogyan emelkedik a hőmérséklet a palacba. Éme itt van. Szerintem a fiúk azt is lehet, hogy tudják, hogy egymás mellé rakják a képet. Jó eséllyel ezt fogják produkálni. Így. Ígyni. Ugye az, hogy néha pirosabb, néha zöldebb, az ugye azért van, mert a háttérhez mindenki adaptívan teszi hozzá. Látjuk, hogy a hőmérséklet hogy alakul. Most a hőmérséklet elkezd csökkenni, hiszen a környezettel elkezd kiegyenlítődni. Elkezd kiegyenlítődni, és ennek eredményeként ugye, hát látjuk, hogy mi történik. Most azt fogom tenni, hogy kinyitom a palackot. Először is lehűl, szerintem ez nagyon szépen látszott, és a hőmérő is mutatja, hogy lehűl. Ha itt lett volna valaki, és így megfogta volna kézzel, akkor ezt még érezhette is volna, és akkor majdnem olyan biztosak lehetnénk a dolgunkban, mint Pakson, mert Pakson előírás, hogy minden fizikai mennyiséget háromféleképpen kell mérni, és mind a három más módszer. Ugye az egyik a tapintás, az lenne az egyik. A kamerával, hőkamerával tudjuk követni, ez a másik, és a harmadik pedig a nyomás, a hőmérővel, ez egy olyan hőmérő, ami NTK ellenállás alapján működik. Tehát ez egy, mondom, egy saját fejlesztés a műegyetemen. Nekem annyi szerepem van, hogy én találtam, hogy csináljanak ilyet. Ők meg voltak olyan kedvesek, és megcsinálták. Hát mindösszesen ennyi, és egy hallgató volt, aki elkövette. Tehát még nincs vége a dolognak, még finomítgatjuk, de reméljük előbb-utóbb lesz belőle termék.